névre hallgat, ez a félig függesztett váltva forgató Eking. Egyértelműen a tervezésénél a lehető legnagyobb munka és terület teljesítmény volt a legfontosabb szempont. Ugye, ahogy láthatjuk, konkrétan ezen a gépen 7-es darab Ekefel foglal helyet, ugye 7-fejes Ekéről, és ahogy láthatják, egyébként résált kormánylemezekkel van ebben a pillanatban szerelve. Egyébként egy ilyen nagyon érdekes Z alakú gerendellyel van ellátva, ez nyilván egyébként merevséget is ad a gépnek egyértelműen, illetve súly lehetőséget is. Kicsit könnyebb tudjon lenni a gép. Alapvetőleg a gerendely magasságot, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, egyébként 85 cm-ről beszélünk. Így van, ugye 7 fejes ekéről beszélünk ebben az esetben, de maga a széria egyébként 7-9 fejes ekefejszámmal rendelhető, és természetesen egyébként a résselt kormánylemez mellett teli kormánylemezzel is rendelhető. Abban az esetben egyébként elérhető egy Kuhn szabadalom, ez az úgynevezett Triplex kormánylemez, egy ilyen 3 rétegű kormánylemezről beszélgetünk, ez egy szabadalmazott technológia, természetesen a fő célja ugye a kopásállóságnak a növelése. Ugye a másik jelentős funkciója ugye ennek a modellnek, ennek a modellcsaládnak, ez az úgynevezett on-land kivitel, ez is egyébként egy on-land kivitel, ez nagyjából annyit tesz egyébként, hogy a gép képes tarlón is járni, illetve a barázdában is. A demo kapcsán egyébként járó üzemmódban fogjuk megmutatni nektek. Annyi, hogy a forduló végén, amikor visszatér a gép, akkor a barázdában járó helyzetbe is majd a kollega át fogja kapcsolni, és akkor meg fogjuk tudni nézni abban az állapotában is. Úgyhogy szerintem indulhatunk is a bemutatóra, hogy megkérem a gépkezelőt, hogy akkor induljunk is meg vele. Mindenkit vigyázzunk majd a gép mellett, köszönjük.
hogy láthatjuk ennek az állítását egyébként a traktor fülkéből. Nem kell kiszállni hozzá, teljesen hidraulikus úton működik. Egyik 30 fokos tagnak az, hogy a memória munkainket, tehát a gépkezelő egyszer beállítja egyik oldalon, átfordításkor automatikusan kiteszi ugyanarra a pozícióra. Hozzátartozik a gépkezelőink, ugye szervizkeptikusok, akik vannak, jó, nekik a napon az alkalmazókat a szabályozókat segítségeknek a partnereinknek. Tehát, hogy a gép használata, hogy az alkalmazókat.